Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Universitas Televízió műsorát látják. Röviden a tartalomból. Egyetemünk küldöttsége a Bayreuthi Egyetemen járt. Kulcs Európához című kiállítást nyitottak meg az egyes számú gyakorló általános iskolában. Együttműködési megállapodás született a Pannon Power RT-vel. Ünnepi tudományos diákköri ülést tartottak az általános orvostudományi karon. Szabó Pál Zoltán emlékülést szerveztek a Földrajzi Intézetben. Befejezte a szakorvosképzés törzsképzési időszakát az első évfolyam. A területi közigazgatás továbbfejlesztésének alternatívái című konferenciát rendeztek az állam és jogtudományi karon. Képzőművészeti aukciót tartott a művészeti kar. Pécs környezetvédelmi gondjain kíván csökkenteni az a konzorcium, amely a természettudományi kar szervezésében jött létre. Bemutatták az Ortofotók Pécs című könyvet. Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelte a Janus Egyetemi Színház. Egyetemünk küldöttsége Németországban járta a Bayreuthi Egyetemen. Az oktatási intézményben Pécs napokat szerveztek. Fennállásának 26. évfordulóját ünnepelte egyetemünk németországi partnerintézménye a Bayreuthi Egyetem. A Bayreuthi Egyetem egy fiatal egyetem. 8000 hallgatója és közel 1800 oktatója van. Egyetemünkön 6 úgynevezett nagy kar működik. 2 természettudományi karunkon a matematika és fizika fakultás, valamint a biológia, kémia és földrajztudományok fakultása működik. Van egy nagy karunk, ahol a jogi és közgazdaságtudományi ismereteket tanulhatják a hallgatók. Ez a legnagyobb fakultás egyetemünkön. A nyelv és irodalomtudományok, valamint a kultúrtudományok is egy-egy karhoz tartoznak. A legfiatalabb fakultás az egy mérnöki kar, ami szorosan összeköti a mérnöki tudományokat a természettudományokkal. Az évforduló alkalmából Pécs napokat is szerveztek Bayreuthban, ahol egyetemünk is kiállított egy információs standot. 83-ban született az első két oldalú megállapodása az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem és a Bayreuthi Tudományegyetem között, és az egyik fő elem az mindig is a diákcsere volt, a hallgatói mobilitás. Szerencsére 98-tól Magyarország részt vett az Erasmus programban, és az Erasmus program keretében hallgatókat küldhetünk ki a Bayreuthi Egyetemre. Jelenleg 10 Erasmusos hallgatónk tanul kint egy szemeszter erejéig a Pécsi Tudományegyetemről. Ez 4 kar hallgatóit jelenti, a bölcsészettudományi karról, a szociológia vonalról, a közgazdaságtudományi karról, a jogtudományi karról, és végül a természettudományi karról, pedig a földrajzi vonalról. A közgazdaságtudományi karon szerveződik egy kurzus, amelyen részt vesznek a bayreuthi diákok és a magyar diákok. Ezt szeretnénk a jövőben fejleszteni, ez azt jelenti, hogy Bayreuthban is lehetne hasonló kurzusokat létrehozni. A másik pedig, amiben még részt vehetnek a hallgatók, az egy nyári egyetem, amit pedig Pécset szerveznénk meg. A jövőben a két egyetem közötti együttműködést új karokra és új szakterületekre is szeretnék kiépíteni. A doktoriskoláknak az együttműködését kell erősítenünk, részképzéseket, kölcsönös képzéseket, esetleg közös képzéseket megvalósítani, és tegnap sikerült, miután fogadott bennünket a város főpolgármestere, a másik fő témánk az volt, hogy hogyan lehetne az egyetem és a város, az egyetem és a régiója kapcsolatát erősíteni. Ebben a németek sokkal előbbre járnak, mint mi. Mi is otthon, ez közismert, próbáljuk ezt a viszonyt az elmélet és gyakorlat között, az egyetem és régiója között egyre erősebbé tenni, erőteljesebbé és több oldalúvá tenni. Úgy gondolom, hogy az itt szerzett tapasztalatok, valamint az, hogy meghívtam egy egyetemi városi közös delegációt jövő évben hozzánk. Ezen a találkozáson szeretnénk Magyarországon is az itteni eredményeket ismertetni, és azt reméljük ettől, hogy szorosabb kapcsolat lesz az egyetem és a régiója között. A jubileumi búcsúesten egyetemünk Puelle női kamarakórusának műsorát láthatták a jelenlévők, majd a magyar esten megkóstolhatták országunk specialitásait. Kulcs Európához című kiállítást nyitottak meg az egyes számú gyakorló általános iskolában. A kiállítás a Szokratész Koméniusz oktatási projektben végzett 2 éves munkát mutatja be. Angol nyelvű színdarabot adtak elő Mátyás királyról a 8. osztályos diákok. Az örökségünk, kultúránk, környezetünk ismerete Kulcs Európához című Szokratész Koméniusz oktatási projektet bemutató kiállítás megnyitóján.
A program a Szokratesz Nemzetközi Irodán keresztül jött létre, az Európai Bizottság támogatásával. És célja az volt, hogy a különböző országok iskolái partnerkapcsolatot létesítsenek egymással. Az egyes számú gyakorló általános iskolának egy finn és egy angol iskolával van 3 éve kapcsolata. A projekt munkát pedig 2 éve kezdték meg. Több oldalú a projekt. A tanulók személyes levelezést folytatnak a másik 2 ország tanulóival. E-mailen küldik egymásnak az időjárási adatokat. Ez nem csak arra jó, hogy az időjárási szavakat megtanulják angolul, hanem közvetlen kapcsolatot is teremtenek egymással. Ezen felül a örökségünk, városunk, életünk, iskolánk, megyénk Magyarország bemutatását végezzük projektkészítés módszerével. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy a témakörön belül ki mit szeretne végezni, aztán kapnak hozzá segédanyagot, prospektusokat, angol nyelven kérdezhetnek tőlem, de nagyon sok utánajárást igényel ez tőlük, ebben segítenek a szüleik, nagyszüleik, testvéreik, nagyon alapos munkát végeznek, én azt gondolom, hogy igazi team munka eredménye. Ezek a projektek az iskolában is sok tantárgyat átfognak, a történelem, a földrajz, a biológia, a számítástechnika, és sorolhatnám még tovább. Tanárcserével is foglalkozik, ami fontos része a projektnek, hiszen érkeznek hozzánk az angol tanárok, mi tanáraink mennek Finnországba, Angliába, hogy ott személyesen lássák, tapasztalják az ottani életet. A személyes jelenléttel a küldött projektek különös jelentőséget nyernek. Nagyon nagy szerencse, hogy az idei tanévtől kezdve a pályázat biztosítja a tanulók utaztatását is projektlátogatásra. A Comenius diáknapon 100 lufi repült a levegőbe az egyes számú gyakorló általános iskola udvarából a világ diákjainak szóló üzenetekkel. Mi volt ezen a mai napon? Miért engedtétek el ezt a sok léggömböt? Találkoznának az angolok és a finekkel, és nagyon szeretnénk, ha nem szennyeznék a levegőt. Kinek szóltak ezek az üzenetek, ezek a léggömbök? Hova mennek? Hát, ahol leesnek mindenki, ahogy megtalálják, azok elolvasak, és azt megcsinálják. És akkor talán jobb lesz az egész világnak. Hova mentek ezek a léggömbök? Hát, azt akartuk, hogy Finnországba menjen. Miért pont Finnországban? Hát, mert ott vannak olyan iskolák, amelyikkel kapcsolatokban állunk. Te mit írtál a lufidra? Hogy szerez magadnak sok barátot. Miért fontosak a barátok az embereknek? Hát, mert végül is meg tudjuk osztani velük a titkainkat, lehet velük játszani. A nagy élmény után a gyerekek finnül, angolul és magyarul is elénekeltek nekünk egy dalt. Együttműködési megállapodást írt alá egyetemünk a Pannon Power RT-vel. A kapcsolatot mindkét fél a korábbi együttműködés pozitív tapasztalatai alapján továbbra is stratégiai feladatként kívánja kezelni. Egyetemünk és a Pannon Power RT együttműködési megállapodása több területen valósul meg. A régió vezető energiatermelő és hőszolgáltató társasága támogatja egyetemünk által elindított Mandulavirágzási Tudományos Napok című előadássorozat következő rendezvényét, valamint a Pécsi Diplomások Köre szervezetet és annak 2002-es évi nagy rendezvényét. A Pannon Power RT elvállalta a megállapodásban, hogy egyetemünk intézményeiben energetikai átvilágítást végez, és a szülészeti klinika, valamint a Rókus utcai épületegyüttesre készít modellszerű megoldást biztosító fűtéskorszerűsítési ajánlatot. A gazdasági és szellemi értékek megteremtése érdekében a Pannon Power RT oktatói ösztöndíjat alapít, és közvetlen kari együttműködést folytat, valamint részt vesz olyan kutatói programokban, amelyek ipari vállalatok bevonását igénylik. Ünnepi tudományos diákköri ülést tartottak az általános orvostudományi karon. A rendezvényen a hallgatói díjak mellett az oktatók és gyakorlatvezetők is átvettek elismeréseket. Az ünnepi tudományos diákköri ülésen dr. Fischer Emil dékán úr megnyitója után a többszörösen vértadó hallgatók emléklapot vehettek át.
Az idei évben is kiosztották a Jó tanuló, jó sportoló címet, és az előző tanévben a legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók, az évfolyam legjobb hallgatója kitüntetést kapták. Az ünnepségen az oktatók is részesültek elismerésekben. A 2001-ben végzett hallgatók szavazatai alapján többen kiváló gyakorlatvezetői emlékplakettet vehettek át. A Romhányi emlékérmet a tantermi előadások keretében végzett, magas színvonalú oktató munka elismeréseként az általános orvostudományi szak végzős hallgatói szavazatai alapján kapja a legtöbb szavazatot elért oktató. A legnívósabb kari elismerés dr. Nagy Judit professzor asszony érdemelte ki. Belgyógyászatnak bizonyos ágai az, amivel az előadásaim foglalkoznak, megosztotta a két belgyógyászati klinika az előadásokat, én elsősorban a Bevezetés a belgyógyászatban című tárgykörben hipertóniával, tehát magas vérnyomással, cukorbetegséggel és vesebetegségekkel foglalkozó előadást tartok általában. Én azt hiszem szívvel, lélekkel adom elő nekik a szakmát, meg talán egy kicsit többet is, tehát igyekszem őket a valós életre felkészíteni, betegek kapcsán olyasmi problémákat is megbeszélni, ami esetleg a tankönyvben nincs ment, és mindenképpen erkölcsöt és tisztességet is tanítani, nem csak belgyógyászatot. Mit jelent önnek az oktató munka? Mindent. A 2000-2001-es tanévre meghirdetett tudományos diákköri pályatételekre 49 pályamunka érkezett be. Az értékelő bizottságok javaslata alapján 3 hallgató dékáni dicséretben, 6 hallgató harmadik díjban, 14 hallgató második díjban, 22 hallgató első díjban és 4 hallgató pedig kiemelt első díjban részesült. Szabó Pál Zoltán emlékülést tartottak a Földrajzi Intézetben. A társadalom és természetföldrajzzal foglalkozó oktatóról és kutatóról tantermet is elneveztek. Születésének 100 éves évfordulója alkalmából rendeztek emlékülést Szabó Pál Zoltán tiszteletére. A rendezvényen volt munkatársai emlékeztek életútjáról és kutatásairól. Pécsen a tanárképző főiskolának ő volt az első igazgatója, ő alapította meg a Dunántúli Tudományos Intézetet, amelyikből tulajdonképpen kinőtt a regionális kutatások központja. Szóval ő tulajdonképpen igen-igen nagy mértékben segítette elő Pécs szellemi életének a magas szintű fejlődését. A társadalom földrajzosnak indult, a természet földrajzra a Prinz Gyula hatására tért át, mint egyetemi oktató, Szabó Pál Zoltán ugye egyetemi oktató is volt. Tudnék, arról van szó, hogy Prinz Gyula egyedül volt a földrajzi tanszéken. Nem volt, aki természetföldrajzot előadjon. Ennek következében Szabó Pál Zoltánt megkérte arra, hogy nyergeljen át a természetföldrajzra. A felsőoktatási szempontok kényszerítették ki ezt a helyzetet, és Szabó Pál Zoltán ezt nagyon szívesen csinálta. A szakmai tekintetben egyedülálló embernek nevezhető az országban tulajdonképpen, mert a maga korában, amikor még élt és dolgozott, ő volt az, aki a karsztal foglalkozott, a mészkővel foglalkozott, nem is annyira formáival, mint inkább a benne lévő vízzel. Ő kezdettől fogva 1945 után felismerte azt, hogy olyan tudománnyal kell foglalkozni, vagy a tudományokon belül olyan témákkal kell foglalkozni, aminek gyakorlati jelentősége van. Szabó Pál Zoltán ebben is tulajdonképpen egyedülálló volt az országban, mert akkor bizony a természetföldrajz és a hidrológia, mondjuk inkább a természetföldrajz, az elsősorban akadémikus jellegű volt, tehát alapkutatásokkal foglalkozott. Ő haláláig volt igazgatója a Dunántúli Tudományos Intézetnek, és ő 1965-ben halt meg. Úgyhogy addig tevékenykedett. Nagyon jó igazgató volt, a családias szellemet alakított ki. Az ünnepségen Szabó Pál Zoltán lánya is jelen volt. Leginkább az jut mindig eszembe, hogy mennyire szerette Pécset, a meccseket és a természetet. Úgyhogy én tulajdonképpen emiatt nagyon örülök ennek az emlékülésnek, mert úgy érzem, hogy most valamit visszakap, mert a legszebb emlékeim ahhoz fűződnek, mikor elvitt engem a meccsekre, és akkor együtt sétáltunk, és sok mindent magyarázott, és sütött belőle az, hogy mennyire szereti ezt a várost. Rengeteget dolgozott, és hát a munkája az nagyon fontos volt a számára.
A Földrajzi Intézetben tantermet is elneveztek Szabó Pál Zoltánról. Befejezte a szakorvosképzés törzsképzési időszakát az Általános Orvostudományi Karon az első évfolyam. A képzés 1999. októberében indult. A központi gyakornoki rendszer rezidenseinek a speciális szakképzési gyakorlat előtt a szakorvosképzés törzsképzési időszakán kell részt venniük. Törzsképzésnek az a célja, hogy a választott szakma, sebész, gyereksebész, szívsebész, belgyógyász, szathoz megszerezze a gyakorlatot, és ez 26 hónap, ami után tudja már ténylegesen az orvosi tevékenységét folytatni egy ifjú orvos. Régen úgy volt, hogy 5 évet járt valaki egyetemre, 1 évet gyakorolt. Ez volt a cselédkönyv szigorló év, és 99 óta ezt kiterjesztettebben a cselédkönyves 6. éves gyakorlás után még 26 hónap. Ez 99-ben indult, ebből adódik, hogy most bocsátottuk el az első olyan kollégákat, akik most már gyakorolják a saját szakukat. A végzősök betekinthettek ez idő alatt a sürgősségi ellátás gyakorlása mellett a mindennapi osztályos életbe is. Én úgy érzem, hogy itt nagy önállóságra volt szükség, hogy ebben a képzésben most részt vegyünk. Egyrészt a sürgősségi beteg ellátás, amivel kezdtünk, én úgy érzem, mert mindenki számára új volt, mind nekünk, mind a tutorok és mentorok számára, és ki kellett használni bizonyos lehetőségeket, amiben úgy éreztük, hogy a jövőben hasznosítani tudunk, azt gyakoroljuk, és kérdezzünk, és úgy érzem, hogy lehetőséget is biztosítottak is számunkra, hogy ezt begyakoroljuk. A törzsképzési időszakot a speciális szakképzési gyakorlat követi, amit egy szakorvosi vizsga zár. A Területi Közigazgatás Továbbfejlesztésének Alternatívái című konferenciát rendeztek az Állam és Jogtudományi Karon. A tanácskozást az Európai Jogi Akadémia és a Magyar Közigazgatási Kar szervezte a jogi karral. A Területi Közigazgatás Továbbfejlesztésének Alternatívái című konferencia folytatása egy korábban megkezdett kutatómunkának. A kormány közigazgatás fejlesztési programjában szerepel az a célkitűzés, hogy vizsgálni kell a területi államigazgatás és területi önkormányzati igazgatás fejlesztési lehetőségeit. A területi közigazgatásnak mindkét alrendszere, tehát az állami igazgatás, vagy röviden államigazgatás, illetve az önkormányzati igazgatás is nagyon sok nehézséggel küzd. A területi államigazgatásnak legnagyobb gondja az, hogy valójában dezintegrált, és nem alkalmas következetesen arra, hogy kormányzati célkitűzéseket területen összehangoltan közvetítsen. A megyei önkormányzás az pedig úgynevezett gyenge önkormányzás, valójában a szerepköre a megyének az elsősorban intézmény fenntartásra, intézmény működtetésre terjed ki. Megfontolandó, hogy csak ilyen jellegű feladatok ellátásáért mennyiben érdemes önkormányzati struktúrát működtetni. A területi közigazgatás problémáira milyen gyakorlati megoldások születhetnek? Akkor tudnánk érdemben előrelépni, hogyha a közigazgatás, mint rendszer megfelelő jogi szabályozásban részesülne. Második nagyon lényeges szempont. Az egész államfölfogás. Mostani kormányé, következő kormányé egyaránt ebből a szempontból vizsgálandó. Tehát, hogy ténylegesen kíván-e, akar-e decentralizálni. Azaz az állam által fölvállalt, ellátandó közszolgáltatások, annak tágköre területi szintre telepítődjék-e kell választ adni, avagy valamiféle központi szinten láttassék el. És amennyiben területi szintre, ugye ebben kell állást foglalni úgy szintén, akkor ezt önkormányzati, tehát az állampolgárokhoz közelebb eső, az állampolgárok fölhatalmazásán alapuló autonóm szerveződések révén oldják-e meg, avagy a hierarchikus alárendeltségen alapuló centrálisan működtetett államigazgatás révén. A konferenciára a miniszterelnöki és a közigazgatási hivatalból, valamint Németországból és Lengyelországból is jöttek előadók, de önkormányzatok gyakorlati szakemberei is megszólaltak a tanácskozáson.
Másodszor került megrendezésre a képzőművészeti aukció. A rendezvényen a művészeti kar hallgatóinak professzori testület szigorú zsűrije által értékelt munkái kerültek kalapács alá. A művészeti karon hagyományteremtő szándékkal elindított képzőművészeti aukció célja az, hogy a szobrász, festő és vizuális nevelőtanár szakos hallgatóknak nyilvánosságot biztosítsanak, és munkájuk megfelelő figyelmet és elismerést kapjon. Ez egy funkcionális nyilvánosság, mert kiállítást rendezünk sokat, és különböző összefüggésekben és összeállításokban a hallgatók bemutathatják a műveiket, de így élesbe a mindenkori feltételezett közönség előtt nagyon ritkán mutathatják meg alkotásaikat. Élest mondtam az imént, és ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy itt már egzisztenciális érdek is közben játszik. A piaci viszonyok uralkodnak, és itt ára van a műveknek, itt az árakért licitálnak, itt az árakban fejeződik ki a vágy, a birtoklási vágy, a szépség megszerzésének igénye. Mi beálltunk abba a sorba, amelyre Európában nagyon sok példa van, hogy a művészakos növendékek alkotásait kivigyük, mint portékát az utcára, és megmérjük azt, hogy egy mindenkori közönség előtt mit érnek ezek a munkák. Mi azt gondoltuk, hogy Pécset ma 2001 adventjén olyan típusú közönséggel találkozunk, amely közönségnek kellenek a stílus nosztalgiák, érdekes lehet a számukra a történeti művészet, történeti örökség újrafeldolgozása, újrainterpretálása. A posztmodern korszakának lecsengésével azt gondolom nem furcsa számunkra, hogy örökké újraolvasunk, örökké újra gondolunk. Ennek a nagyszámú művészet keretei között bekövetkező újragondolásnak a dokumentumait láthatta a kiállítás látogató és az aukción résztvevő. A vevőre talált alkotások készítői bár örültek, mégis nehezen váltak meg műveiktől. Egyik szemem sír a másik nevet, mert ezt a szobromat nagyon szerettem. Életem első bronz szobrai közé tartozott, ez volt a második, és hát örülök is neki. Meg hát nyilván meg kell majd élnem valamiből, meg most is jól esik, hogy elvitték. De azért hozzám nőtt nagyon. Én főleg a nőkkel foglalkozom, táncosokkal, a Willendorfi Vénuszból indultam ki, a Vénusz gondolatsorom kapcsán, tehát igazából ez a kettő, ami foglalkoztat, de hát mindig hozzák magukkal az újabb és újabb problémákat, ötleteket. Mi a véleményed erről a képzőművészeti aukcióról? Nem csak egy kiállítás, hanem rögtön visszajelzést kapunk a vásárlóktól, ugye, hogy mire van igény. Nekünk ez mindenképp nagyon jó, egy megmérettetés valamilyen szinten. Pécsváros környezetvédelmi gondjain kíván csökkenteni az a konzorcium, amely a természettudományi kar szervezésében jött létre a város ipari vállalataival. Az ünnepi konzorciumi ülésnek egyetemünk adott otthont. A Széchenyi terv keretén belül a pécsi ipari vállalatok és a tudományos szféra közös vállalkozásba fogott. Pécs hulladékkezelését és a várost körülvevő tájsebek rekultivációs programját szeretnék megoldani, azzal a közel 500 milliárd forinttal, melyből 188 millió forint önerő és 305 millió forint támogatást az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési helyettes államtitkársága nyújtott. Kialakult egy két alprogramból álló projekt, amelyiknek az egyik része azt célozta, hogy a városban termelődő különböző szennyezőanyagok, amelyek részben ipariak, mint a bőrgyári hulladékok, részben kommunálisak, amilyenek például ugye a Vézmű szennyvíztisztító telepének a szennyvízi szapja, részben pedig ugye a lakóterületekről származó hulladékok egy több lépcsős és különböző technológiai megközelítésekkel létrehozott komposztáló programnak a keretében egy olyan végtermékké hozhatók, amelyek a rekultivációs területeknek a talajképzési folyamatát elősegíthetik. Ez jelenti a programnak az egyik részét, és a másik része pedig az, hogy ezt az anyagot felhasználjuk a rekultiválandó területeken létrehozandó talajnak a termékenységének a javítására, és ezáltal ugye az egész növényzettel való betelepítés folyamatának a felgyorsítására. Úgy érezzük, hogy körülbelül egy negyedére le lehetne csökkenteni
a különben természetben lezajló, de ott hosszan elhúzódó folyamatokat. A konzorcium a 3,5 éves program lejárta után újabb pályázatokat szeretne benyújtani. Így a tervek szerint a város környéki sivatagszerű területek 10 év múlva a Cserje erdő stádiumáig jutnának el. Egyetemünk és a Székely és Társa kiadó bemutatta az Ortofotók Pécs című könyvet. Az ortofotók több tudományterületen is felhasználhatóak a kutatásban és az oktatásban. Egy különleges könyvsorozat második kötete az Ortofotók Pécs című könyv, melyet egyetemünkön mutattak be. A digitális ortofotó terepre merőleges kameratengelyű légi fénykép, melyet számítógéppel dolgoznak fel. Egyesíti a hiteles térkép és a fénykép előnyös tulajdonságait, pontos és minden információt megtart az eredeti képről. A Pécsről szóló reprezentatív háromnyelvű kiadvány a város vonzerejének bemutatása mellett használható mérnöki, műszaki és tudományos feladatok megoldásához, környezetvédelmi, vidék és településfejlesztési tervezéshez. Egyetemünk a bemutatón megkapta az ortofotók nagyértékű digitális változatait. Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelte a Janus Egyetemi Színház. A jubileumi műsoron az előző évek bemutatott darabjaiból is láthattak összeállítást a színház szerelmesei. 12 egész estét betöltő előadás, fesztivál fellépések, külföldi vendégszereplések, díjak, egyetemi színjátszók profivá válása. Röviden ez történt 5 év alatt a Janus Egyetemi Színházban. A jubileumi műsoron a régi darabokból felelevenített jelenetek és az új tagok szereplése mellett azok a profi színészek is felléptek, akik már vendégszerepeltek a JESZ-ben. Mi is történt 5 évvel ezelőtt? Én már régóta itt vagyok valahol a színházi partvonalon, és nagyjában is egész évben egyetemi színjátszással foglalkozom. Volt nyitott színpad, volt kis színház, volt harmadik színház, de ezek mind olyan intézmények voltak, ahol egyetemi színpaddal próbálkoztunk, de nem az egyetemen belül, hanem valamilyen városi intézményben. És aztán 1996-ban Tóth Andrással úgy határoztunk, hogy itt az ideje. És akkor mentünk, akihez kellett, és megtaláltuk azokat az embereket, akik tudtak segíteni, Müller Péter, a irodalom elmélet tanszékről, és Berke Gyula, aki akkor az egyetem főtitkára volt. Amikor először felvetettük ezt Berke Gyulának, akit a barátomnak mondhatok, akkor találkoztunk egy kocsmában, hogy megbeszéljük, hogy hát mi is történjen. És akkor ő elmondta, hogy az egyetem most ennyit és ennyit szán a kultúrára, és azon belül lehet a színházról beszélni, és akkor mondta, hogy nem tudom hány ezrelék, és akkor néztem kikerekedett szemmel, és akkor mondta, hogy ez x millió forint. Ja, mondom, akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak lehet. És akkor azt mondja Gyula ezután, hogy de ide figyelj, akkor színházat kell ám csinálni. Én meg azt mondtam rá, ja, hát persze, mi sem egyszerű. És kimentem a kocsmából, és akkor belegondoltam, hogy úristen, mit vállaltam én. Nincs hely, nincs társulat, nincs egy lámpa. Hogy lesz ebből színház? Aztán mégiscsak lett. A jubileumi műsoron dr. Tóth József egyetemünk rektora is köszöntötte a Janus Egyetemi Színházat, és 5 a JESZ díját vehették át. Elsősorban azokat köszöntöttük ma egy kis díjjal, akik tényleg a színház alapításánál sokat tettek, Berke Gyulát, az akkori főtitkárt, Kóbor Gyulát, a mostani főtitkárt, Müller Pétert, egyetemi oktatót, akik mind a hárman nagyon sokat tettek azért, hogy a színház létrejött, hogy folyamatosan tud működni. Köszöntöttük Inhof Lászlót, a legrégebbi harcostárst, aki a alapítóknak a doajenje, és a mai napig játszik velünk, és Szabó Attilát, aki mind a két csoport összekovácsolásában, és tényleg a tehetségek felfedezésében nagyon sokat fáradott azért a színházért. Egyetemi színház vezetője is vagy, rendezel darabokat, közben játszol is. Napközben általában szervezünk, telefonálunk, utána trepnit pakolunk, nézőteret építünk, terelem az embereket, tehát a kollégákat, hogy mindenki harcra kész legyen, föltüzelem őket. És hát én imádok játszani, most már ez a 14. év, hogy én is színpadon vagyok, ennél jobb nincs a világon. Hogyan látod a JESZ jövőjét? Én most optimistán. Kedves nézőink, most Diák Tükör rovatunk következik. Köszönöm figyelmüket!
Sziasztok! Ez az Universitas Televízió műsora, a Diák Tükör. A művészeti karosok gólyabája nem csak időpontjában, hanem műfajában is eltér a többitől. Az idei estét az is különlegessé tette, hogy a művészeti karosok és a zeneművészeti főiskolások először buliztak együtt. A művészeti karosok gólyabája az idén már a zeneművészeti főiskolásoké is volt, hiszen a két intézményt összevonták. Ezért a szervezők az eddigieknél is színesebb programot igyekeztek összeállítani. A hallgatókon kívül többek között fellépett a főiskolai big band, és egy kifejezetten művészeti karos paródia zenekar is, a Gerebje, akik slágerek szövegeit átírva tanáraikat figurázták ki. Mivel a főiskolásoknak eddig külön gólyabájuk volt, az új összevont helyzet még gondot jelent számukra, de minden esetre bizakodnak. Szerintem úgy kezd jó lenni ez az egész, ugye az egyetem és a főiskola kezd föloldódni egymással szemben. Szerintem már amennyire úgy én értem ezt a dolgot. Lehet, hogy kicsit kevesen jöttünk el, de lehet, hogy jövőre még többen jövünk el, ha megmondjuk mondjuk, hogy milyen jó volt meg. Mert azért szerintem igyekeznek az egyetemisták is, hogy föloldódjon ez a kis, nem is tudom, hogy mit mondjak, rivalizálás főiskola és egyetem között. Mi azért szerettünk volna éppen egy közös gólyabát létrehozni, hogy az ellentétek, amiket nem hiszem, hogy elsősorban csak a hallgatók alakítottak ki maguk között, ezek valamelyest itt a gólyabál keretein belül kicsit enyhüljenek, hiszen éppen olyan programokat szerveztünk, ami szerintem mind főiskolai, mind egyetemi részről pozitív lett volna. A főiskolások valóban nem jöttek el annyian, azt hiszem, hogy ők külön gólyabált szerettek volna, és ez mind anyagi, mind egyéb okokból nem hozható létre, illetve nem volt létrehozható. Sajnáljuk, és reméljük, hogy a jövőben azért ez másként lesz. Akadtak olyan hallgatók, akik szerint az idei gólyabál hangulata különbözött a korábbiaktól. Régen valamivel kicsit felfokozottabb hangulat volt, mert ugye komolyban vették a srácok a beöltözést, tehát ez a jelmezes dolog, ez mindenképpen kicsit látványosabb volt. Tavaly volt egy ilyen a Pollákkal közös gólyabálunk, ahol nem mindenki vett ezt a dolgot komolyan. Most újra visszakerült a karra, ez egy fontos dolog szerintem. Lehet, hogy egy kicsit talán így az elsősöket jobban be kellett volna vonnunk, de szerintem ez előbb-utóbb valamilyen módon biztos jobban fel fog ez fokozódni. Majd talán jövőre. Azért a jó hangulat természetesen nem maradt el. A hallgatók szemmel láthatóan jól érezték magukat. Télapó itt van, hó a subája. De nem csak a mondóka szerint, hanem a valóságban is megérkezett egyetemünkre a Mikulás. Az első összeegyetemi télapó ünnepséget az Unibban rendezték meg. Kávéházi hangulat, gyertyák, kellemes jazzzene a háttérben, és egy asztalról asztalra rohangászó Mikulás. Ez lehetett a szervezők sikerreceptje, amit nagyon okos megfontolásból még kiegészítettek ingyen forralt borral és sütivel. Régóta terveztünk egy ilyen összegyetemi bulit, ami megmozgatja az egész egyetemet, egy rendezvényt, és ebből az apropóból, hogy december van, és talán még így az elején nem kezdődik el annyira a vizsgaidőszak, az éhák, a hajsza, és talán még az egyetemisták tudnak időt szakítani arra, hogy egy kicsit szórakozzanak és együtt legyünk. A Mikulásra a szaloncukrot boncoló orvosisok és más karok félénk hullapelyhes daloló csoportjai is szívesen fogadták az összegyetemi rendezvényt. Nagyon jó ötlet volt, eddig én potirajak, és ott mindig a saját kollégunkban volt egy est. Éppen ideje volt szerintem, hogy egy kicsit a karokat összébrázni. Végülis igénylik szerintem azért az összegyetemi rendezvényeket, csak jól meg kell reklámozni őket, be kell, hogy épüljön a tudatába a hallgatóknak. Külön-külön nagyon jó bulikat szokott csinálni mindegyik kar, ha jól tudom, de összegyetemi bulik eddig igazán nem jöttek úgy be. A Mikulás látványától felkavarodtak a régi emlékek. Előkerült, hogy gyermekkorban ki mikor jött rá az igazságra. Mi szerint a szülők hozzák az ajándékot, a többi csak színjáték. Bátyám van, úgyhogy én a óvodás koromban volt az első jel, ő által ő beavatott, hogy ez nem is úgy van, ahogy van. De azt hiszem iskolás koromban tudatosult ez bennem, hogy valóban igaza volt. Akkor, amikor anyukám elfelejtett odaadni egy szemüveget nekem Mikuláskor, és nem a Mikulás jött vissza, hogy odaadja, hanem anyukám kivette a szekrényből, és az úgy gyanús volt hirtelen. Kicsi voltam, talán még óvis, vagy kisiskolás, és egyszer a testvérem megmondta, hogy nincs Mikulás. Így kijelentette bátyámam. És akkor ottantól kezdve tudtam, hogy nincsen, és ez szomorúsággal töltötte, de ez van.
Megérdeklődtük a Mikulás álláspontját is, hogy neki mi a véleménye a hallgatóinkról. Se egy verset nem tud, se egy éneket nem tud, de még táncra se bírtam rá egyiket se. Szaloncukrokat hoztam nekik, és tulajdonképpen orálisan fixált mind a hány. Adod nekik szaloncukrot, elmosolyogják magukat, és akkor valamit ki lehet belőlük sajtolni. Végül egy kis példamutatás, hogy hallgatóink jövőre ne csak hullapelyhessel és nyúszíül a fűben elszórakoztassák megfáradt Mikulásunkat. Ha-ha-ha, havazik, he-he-he, hetekig. Hu-hu-hu, hullahó, hü-hü-hü, hüde jó. Na ez a vers. Ezt kívánom mindenkinek. Ez volt a 2001-es év utolsó diákműsora. Találkozunk legközelebb már csak 2002-ben, itt a Diáktükörben. Addig is köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ezúton kívánok nagyon sikeres vizsgaidőszakot, boldog új évet, és sok-sok ajándékot a fa alá. Sziasztok! Békés karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek!